Sziasztok! Na, majdnem itt hagytuk abba, egy 5 perccel ezelőtt. Sajnos elfelejtettem OBS-be rányomni a felvétel indítása gombra. De még mindig jobb, mint hogyha egy másfél óra múlva tüntesz volna föl. Szóval üdvözlégy mindenkinek, remélhetőleg most a végére érek ennek a játéknak. Brothers in Arms Hell's Highway 2008-ból, és utána terveim szerint, ha minden igaz, akkor valószínűleg megkezdek a COD World at War-nak. Utána pedig, ha összebírjuk hozni végre, összebírjuk hangolni feleségemmel. Akkor a Wolfenstein Youngblood fog rövidesen közeledni. Ó, itt lő a 88-as, ki tudja hol áll meg, ajaj. Rettelt sok értelme volt a gránátaimat eldobálni, ahogy szokott. Hello, hello, szia, hello, szia, hello, hello, szia. Hello, hello, szia. Tudom persze, hogy engem követsz, tehervetek. Töltsé újra, nézzük. Nagy volt a pofát, Tibi. Ilyen ez, így szokott ez lenni. Ne gugolgassál már le, hanem gyere! Új, puk! Így volt ez a legjobb. Nem volt idejük kiugrani az ágyunk mögül. Gyere már ki a fedezék mögül, te barom! Hát micsoda tagba szakadt a német katona ez. Nem emlékeztem rá, hogy ez a játék egyébként ennyire durva. Itt rendesen széthullottak. Ez meg föláll a kőkerítésre. Hallod, barom? Gyere már le onnan, mert szerintem el fognak találni. Takarodj már le onnan a kerítésről, te... Úristen! Van baj, nem kevés. Fedezékrendszerből való kimozdulás az még mindig nem a legkézenfekvőbb dolog. Jaj! Letette a sapit.
Legalább az MG-seket ki kéne lőni, hogy könnyebb legyen az előre haladás. Egy fél fokkal. Na jó. Gyerünk srácok, egyszer élünk. Valahonnan darálják rendesen. Gyerünk. Gyerünk, srácok! Szálltok szét! Persze, keresztül, árkon, bokron, nehogy véletlen fedezékbe mozogjatok, nehogy, hát nehogy. Jó. Lilód. Tudom, igen, hogy szét kell lőni a 88-ast, vagy hát föl kell robbantani, mert erre csak én vagyok képes az egész brigádból. Jó, 2 a 4-ből. Checkpoint reached. Továbbra is erre tartunk. A fene az anyádat! De figyelj már, hát milyen viselkedés ez, a többiek itt pusztultak el, te meg ide elbújtál. Hát ez nem bújócska. Ó, te. Ezek meg megint körbe rohantak valahol valamit, valamerre. Itt egy Kilroy. Kilroy was here. Megtaláltam az egész játék során 2-t. A nem tudom hány darabból. Aha. Itt van egy, meg ott lesz egy. Épp kérdezni akartam, hogy hol a hiba. Lassan elfogy a töltényem is, az a baj.
durrognak a headshotok, durrognak. Jó lesz, jó lesz. Én érzem, hogy jó lesz. Na. Ott vagy még, kicsi rigó. Empty. Ujjaj, na most van baj. Valaki hagyott itt valami fegyvert? He. MG42, hát köszi. Na. Kar 98. Jó lesz. Csendeség! Szétlőnek mindjárt! A sújtós K98. Jó. Tosszunk rá egy satchelt, szaladjunk arrébb, mielőtt fölrobbanunk. Puk! Jó, három megvan a négyből. Fantasztikus! Rám fordul. Miért nem sikerül? Mire észreveszem, honnan lő a vak szememmel, addigra már nem is lő onnan. Lőjetek, lőjetek, mintha nem lenne holnap. Nyomjátok be az IDKF-at, aztán hajrá! Tekerjed, te csöves, te!
Na most lövődözzetek azzal a szarral. Na. Kicsit megcsappantottuk a létszámot. Honnan lősz? Padlószintről? Hogy képzeled? Get down, kussoljál, majd azt én tudom. Jó. Halló, halló! Doktor Genya! Pocs! Ja, hogy kiselődtem az utolsó katonát. Állítsátok föl a rádiót! Push the Germans out of covering. Destroy the 88. Hát, eddig nem azt csináltam. A búbánatos mindenségesség itt neki már. Mutasd magad! Igen, ezt beszéltük már, ez pont így volt valószínűleg a háborúban, hogy egy fél óráig így célra tartottunk, és vártuk, hogy kidugják a buksit. És aztán mellé lőttem, mert... Méne? Ő, ott van, sérültünk, nagyon jó. Balfaszkodnak itt. Itt áldogál, azt nem bírják lelőni. Hát. Persze húzódjak fedezékbe, aztán sose fog történni semmi. Fröccs! Jó, el van torla, szóval erre nem lehet menni.
Lelőttek egy ellenséget? Hát el se hiszem. Hát mi történt? Tuti ott lesz a szopóroller, így van. Jó lesz, jó lesz. Kiszedjük a gépsuskást. Karaj. Nem tudom, hogy merre kell orientálódni. Recon pont nincsen. Úgy látom. Megint keresztül mindenen is. A vajon merre kell menni? Base of Fire Team, ők már ott vannak, igen. Jó. Mi baj lehet? Biztos be van scriptelve valami valahova. Aha, nincs, nincs, nincs. Most már akkor mindenki orientálódjon át ebbe az oldalba, mert úgyis itt lesz a hippie-hepaj. Ó, hirtelen megörültem, azt hittem föl lehet menni. Csecsőre! Reload. Reloadolni kéne már. Jönnek még, jönnek még. Yeehaw!
Na. Kéne egy kis célzó víz, úgy látom. Jó. Nem. Szó se lehet róla. Ennél jobb pozíció nincs. Hát a gyermekeim az égben. Szóval 88-as ez oda bekuporodott. Hát milyen dolog ez, kérem szépen. Anyád... Jól van? A drága mama? Piff! Ennyit a 88-asról. Wilson váltáska. Azt hitted mi? Na itt lesznek még vajon németek, vagy oda rohanhatok rákúrni a zacselt. Na, van egy pár találatjelző, kahika, felfestés. Pif! A szép virágágyásokat itten tönkre vágjuk. Rendezvous with az 502-esekkel kell találkoznunk. Hol sunnyognak? Varjak! Továbbra is golyóállóak, és nem félnek semmitől. Nem riadnak vissza. Most mi van? Jó. Vak vagyok! Jó van, igen, itt vagyunk, jók vagyunk, jó vagyunk, minden oké, minden szép, minden jó. Na, befejezésül egy kis tankozós, Bulika? Hol van a Julika? Tripla leszúrt Rittberger. Ott a Panzerfaust, azt kell kilőni leggyorsabban. Nem áldogálunk egy helybe.
Jó. Fankosztikus. Jajaj. Ilyen rottyanós hangja van, ha átmegyünk valakin. Nem? Hát jó. Ne fuss el, csak megsimogatunk. Nyomunk egy kokit a buksira. Hát ő még nem vett észre minket. Bele az oldalpáncélba. A sok nyájával. Na, valahol kell még egy tanknak majd lennie. Ezek hát egyértelműen erre vezetget minket a játék. A veteményes nem bántjuk. A gonosz német katonákat annál inkább. Yes! Juppi! Aha, szitted Mimi. Hát ez elégett egy kicsit. Próbálom itt nagyon szugerálni, hogy merről. Merről lehetnek rossz arcúak. Jó, megvan. Ezek a páncélos missziók egyébként szerintem jóval könnyebbek, mint a többi. Kicsit aránytalanul. Amivel nincs baj, de... Köpködnek itt a dolgok. Ja, az egy másik Sherman, akkor arra nem lövök. Puty! Pont időbe. Semmi megadás, semmi. Nézd meg, lő rám gépfegyverrel. Hát micsoda majom vagy. Hát itt állok, Brad Pitt a toronyba, és lősz rám egy géppityúval, te amatőr. Némi hiány van a homokzsákokban, de nem baj.
link up az 506-osokkal. Kitoltuk a németeket coveringből. ...34.600 katona. A Market Garden hadművelet során. Hát igen. Brutális lehetett, basszus. Nyolc nap alatt 17.000 szövetséges veszteség. But the story was not over. Hát ez a probléma, hogy sajnos ugye itt véget ért a történet. Legalábbis a készítők számára, mert azóta sem jött új rész, nagy bánatunkra. De szerintem remek kis játék volt, remélem ti is élveztétek. Ugye azzal, hogy végigjátszottuk, az autentikus nehézségi fokozatot is feloldottam. Igen. Ezt meghagyom azoknak, akik ügyesebbek nálam. Gerincsérülése lett Rednek, és lebénult. Wow.
pisztoly. Uáh! Or is it in his heart? To be continued, hát ezúttal is, vagy ez úton is kapjátok be Gearbox Software, hogy azóta sem folytattátok ezt a remek játékot. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, jók legyetek, gyertek legközelebb is, ha tetszett like, ha nem tetszett dislike, iratkozzatok föl, kommenteljetek, és legyetek jók, ha tudtok. Sziasztok!